Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják, nézzük főbb híreinket. Közgyűlés, 24 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők csütörtökön. Parkolófejlesztés a Jerevánon, 42 parkolóhelyjel bővült a Kodály téri terület. És Posta Múzeum, 150 éves az önálló magyar posta. A nyári szünet előtti utolsó közgyűlését tartott a Sopron képviselőtestülete csütörtökön. A képviselők 24 napi rendi pontról dönthettek. A közgyűlés jóváhagyta, hogy konzorcium alakulhat a Magyar Közút ZRT és Sopron megyei jogú város önkormányzata között, amelynek célja, hogy az Ágfalvi út egy része megújulhasson. A kisvárkerület fejlesztése kapcsán a testület elfogadta azt az előterjesztést, miszerint felújítják az ivóvízvezetékeket és szennyvízcsatornákat. Ennek költségeit a vízi közművek bérleti díjából fedezik majd. Szükség volt a költségvetés módosítására elsősorban a lomtalanítás miatt. Jelentősen több hulladék gyűlt össze a gyűjtés alkalmával, amelyek kezelésének és elszállításának költsége nagy mértékben megnövekedett. Ugyanez a költségvetési keret tartalmazza továbbá a rákcsálóírtás és az utak hidak karbantartásának fedezeti összegét is. Elfogadta a képviselőtestület azt az előterjesztést, amely szerint a Semmelweis napi elismerések finanszírozására 3 millió forintot ad a város a Soproni Gyógyközpontnak. A kórház az élelmezési alapanyagok beszerzéseit is az önkormányzat közbeszerzési rendszerén keresztül intézheti a jövőben. Döntöttek a képviselők arról, hogy Tormáné Bakodi Noémi marad a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója. Megbízatása 2022-ig érvényes. Három fős soproni delegációk utaznak majd az izraeli Eilat, a finnországi Szejnajoki és a romániai Medgyes testvérvárosok meghívására. A testület döntése alapján szigorítják a választási plakátok kihelyezésére vonatkozó szabályzatot is. Az önkormányzat, ahogy az elmúlt években, úgy idén is 50%-os kedvezmény biztosít a diák és gyermek strandbelépők árából. Az érintett fiatalok július 3-a és szeptember 3-a között féláron strandolhatnak a Lővérfürdőben, a Tómalmon és a Fertőtavon. Utóbbi két helyszínt a 6 évesnél fiatalabbak ingyenesen látogathatják. Átadták a felújított parkolót a Kodály téren a Jereván lakótelepen. A fejlesztés eredményeként 175 méteres összefüggő parkolási terület jött létre 74 kijelölt parkolóhelyjel, melyekből 42-t most alakítottak ki. A korábbi murvás felületű területen is szilárd burkolatú parkolót alakítottak ki a kivitelezők. A Jereván lakótelepi parkolófejlesztés bruttó 35 millió forintból valósult meg. A beruházásnak köszönhetően a korábbi 65 méter hosszú szilárd burkolatú parkolóhoz két oldalról új parkolási területek csatlakoznak. Ennek eredményeként 175 méteres, összefüggő, egybenyitott parkolási terület jött létre, mely 74 kijelölt parkolóhelyet foglal magában, ebből 42 új. Ez a fejlődés kimondottan lakossági igények kielégítésére történik itt a Jereván lakótelepen. A felújított parkoló pénteki átadásán részt vett dr. Fodor Tamás polgármester, dr. Simon István alpolgármester és Tóth Éva, a Jereván lakótelep településrészi önkormányzata elnöke. Itt állunk két körzet határán. A sajtóeseményen elhangzott, a parkolási lehetőségek bővítése kiemelt cél a település részen. Nem olyan rég óvodát avattunk városvezetők jelenlétében, most pedig felújított parkolót városvezetők jelenlétében. Ez azt jelenti, hogy a Jereván képviselőinek közösen a városvezetéssel fontos a Jerevánnal élők sorsa. Ez a parkoló pedig azért fontos, mert hiszen azt is pontosan tudjuk, hogy a Jerevánnak az egyik legfontosabb megoldandó kérdése az a parkolás. Ez a lakótelep struktúrájából adódik, és mi meg azon vagyunk, hogy minden lehetséges parkolóhelyet parkolónak ki tudjunk alakítani. Ezen már sokat dolgoztunk, és erre sor is fog kerülni. Úgyhogy én meg most köszönöm szépen azt a 4. László Király utca meg a Kodály tér között élőknek, hogy a jelenlegi parkoló felújítást azzal támogatták,
hogy volt türelmük a felújítási munkák alatt. Az átadáson dr. Simon István alpolgármester megköszönte a fejlesztésben résztvevők munkáját, és méltatta a beruházás jelentőségét. A fejlesztés során a vízelvezetésről is gondoskodtak, valamint a gyalogos átvezetés is biztosított. A parkoló környezetét pedig 30 díszcserje szépíti. Sopron és környéke országgyűlési képviselője Firtl Mátyás is ellátogatott a 25. jubileumi Volt Fesztiválra. A képviselő Lobenvej Norbert és Fülöp Zoltán alapító főszervezőkkel közösen járta be Európa legjobb közepes méretű fesztiváljának helyszíneit. Szervusztok, napot! Isten hozott! Köszönöm a lehetőséget, igen, igyekeztem helytállni, ahogy ti 25 éven keresztül helytálltok. Firtl Mátyást, Sopron és környéke országgyűlési képviselőjét fogadták a Volt Fesztivál alapító főszervezői Fülöp Zoltán és Lobenvej Norbert pénteken. A képviselő híradónk stábjának jelenlétében vette át a rendezvényre szóló belépőjét. Szép jó napot kívánok! Firtl Mátyás az alapítók vezetésével járta körbe Európa legjobb közepes méretű fesztiváljának helyszínét, a Lövérkempinget. A szervezők a kulisszák mögött is vendégül látták a képviselőt, aki köszönetét fejezte ki Lobenvej Norbertnek és Fülöp Zoltánnak, amiért megálmodták a Volt Fesztivált 25 évvel ezelőtt, és általuk Sopron felkerült a nemzetközi fesztivál térképre. A fejlődés útján elindultak, ez azt jelenti, hogy Sopronnak Európa is, sőt lassan már világhírneve van azáltal, hogy a Volt Fesztivál itt van, hiszen nagy megbecsülésnek és különböző díjakat, nívói díjakat nyertek el a fesztivál szervezésével. És én csak azt tudom mondani, hogy nekem meg köszönetet kell mondani annak a két fiatalnak, aki ezt elindította, ezt az utat, és jelenleg is viszik, és amint látjuk, akik ide kijárnak, azok láthatják, hogy minden évben valahogy nívósabbá válik, rangosabbá válik ez a rendezvény, ahova rengetegen jönnek, és ezzel a városnak a hírnevét egyrészt európai szinten, világszinten is tudják képviselni, másrészt pedig a Sopron városnak gazdasági, turisztikai fellendülését hozták meg. A Volt Fesztivál pénteki programjában többek között a Paramour együttes koncertje és a Pendulum Live szerepel. A szombati zárónapon pedig színpadra lép az Imagine Dragons. A jubileumi rendezvényt a Knife Party zárja majd. A Volt Fesztiválon is várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt. A jelentkezők a szervezet légkondicionált kamionjában menthetnek meg 3 életet egy időben. A véradókra a már ismert szabályok vonatkoznak. A jelentkezőnek 18 és 65 év közöttinek kell lennie, és magával kell vinnie egy fényképes igazolványt, valamint a TB kártyáját, illetve nőknél kritérium a minimum 50 kg-os testsúly. A véradók kellemes környezetben adhatnak vért a Volton, egészen az utolsó szombati napig. Minden nap déltől este 8-ig várja a jelentkezőket a civil szervezet. Először megnézik őket, benne vannak a nyilvántartásban, hanem akkor egy csomó új adatot rögzítenek róluk. Kapnak egy adatlapot, amit maguknak kell kitölteni, de kapnak segítséget hozzá, ha kérdésük van. Akkor, ha az adatlapot kitöltötték, akkor szépen sorba mennek a különböző állomásokon, megszúrják az ujjukat, megnézik a vérükben az aktuális vas és egyéb szintet. Az önálló Magyar Posta megalakulásának 150. évfordulójára emlékezik a Posta Múzeum és a Magyar Posta utazó kiállítása, mely 2 napig Sopronban tartózkodott. A múltbéli eszközöket és emlékeket bemutató tárlat a modern technika vívmányait is használja. A Magyar Posta egyik teherautójában berendezett kiállítás május 4-én indult országjáró útjára, hogy felkeresse azokat a településeket, amelyeken 150 éve postahivatal nyílt. Szerdán és csütörtökön a Széchenyi téren parkolta a látványosan felöltöztetett jármű. A kiállítás bemutatta a függetlenné válás történetét, a posta egyesítését, a távíróval és távbeszélővel, valamint azt, hogy hogyan alakult ki a századfordulóra a világ egyik legjobb posta szolgálata. Használt eszközök, akár mérlegek, egyenruhához tartozó sapkák, amik megtalálhatók, illetve látni itt még az egyenruhához, a régi időben használt egyenruhához a karszalagok, amik jelezték a postás minőséget, illetve a távközlés részéről is távírógép jeleníthető meg, régi telefon látható, a kamion két oldalán különböző történeti leírások vannak, illetve még bélyegeknek a történetei vannak leírva,
a kamion alján régi levelező képeslapok helyezkednek el, ami szintén megtekinthető. A legmodernebb kiállítási technika az úgynevezett kiterjesztett valóság nevű alkalmazás segítségével a 150 éves múlt egy jellegzetes figuráját is a teherautóba varázsolták, aki így életnagyságban szemtől szemben jelent meg a látogatóval. Augusztus végéig 16 országból összesen mintegy 110 cserediák érkezik Magyarországra a 2017-18-as tanévre az EFS Nemzetközi Csereprogram Alapítvány szervezésében. Közülük legalább 10 külföldi középiskolás Győr-Moson-Sopron megyében ismerkedhet majd meg Magyarország kulturális és társadalmi értékeivel. Számukra toboroz önkéntes családokat megyénkből a világ legnagyobb és legrégebbi nemzetközi cserediák szervezete, mely július végéig választja ki azokat a családokat, amelyek a következő tanévre fogadhatnak egy cserediákot. Be tudnak a gyerekek illeszkedni, és be is szeretnének illeszkedni a családban. Egy plusz tányér kell, egy kis odafigyelés. Elsősorban az első 3 hónap, ami nekik nehéz, mert nem tudják, hogy Magyarországon hogy működik, hol van az iskolájuk, hogyan tudnak közlekedni, még nincsenek barátaik, nem ismerik annyira a nyelvet. Tehát az első 3 hónap, amikor több odafigyelést igényelnek, aztán szépen kialakítják a saját kis életüket, mindenhova beilleszkednek, tanulják a nyelvet, és nagyon klassz évet tudnak maguknak kialakítani. Mindössze 18 évesen fekete öves karatemester lett Pantelics Bence, a Kastrum SC Kapuvár sportolója. A Shin Kyokushin Harcművész Szövetség nemzetközi edzőtáborában közel 3 órás technikai vizsgát követően és a magyar válogatott tagjaival vívott kemény versenyküzdelmek során harcolta ki magának az elismerést. A küzdősportoló fiatal kora ellenére számos eredményes megmérettetésen van túl, 6-szor állt már az Európa-bajnokságok dobogóján, ezzel a sikeres vizsgával pedig követte édesapja példáját, aki szintén fekete öves karatemester. A FIBA tájékoztatása szerint 18 klub adta be nevezését a 2017-18-as női Euróliga küzdelmekre, melyből 14 csapat helye, közte a Soproné is biztos. A fennmaradó 4 csapat pedig selejtezőn mérkőzik meg egymással, a győztesek az Euróligában, a vereséget szenvedők az Európa kupában próbálhatnak szerencsét. Miután az Unica ZRT 6 év után nem hosszabbította meg a névadó szponzori szerződést, így az Euróligában már Sopron Basket nevet vette fel, és megváltozott címerrel szerepel majd Sopron női kosárlabda csapata. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk, majd érkezik a Mozaik, melyben a légiforgalmi szolgálatot mutatjuk be, majd Sterc című gasztronómiai magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron TV pénteki híradóját látták, műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton hajnalban és reggel előfordulhat eső, zápor, délután szakadozik a felhőzet, előbukkan a nap, de záporok még kialakulhatnak. 21 és 28 fok közé esik vissza a hőmérséklet, felfrissül az idő.